Tudományok utcája, Profi utca, Startup utca vagy Gyárak utcája csak néhány azok közül, amelyek bejárhatóak lesznek szeptember 15-én Nyíregyházán a Kossuth téren kialakított egynapos kisvárosban. A nyíregyházi foglalkoztatási paktum a szakképzéssel, a város meghatározó gazdasági szereplőivel és a foglalkoztatás területén érintett szervezetekkel együttműködve szervezi meg a szakmafesztet. A rendezvény célja, hogy újfajta szemlélettel mutassák meg a vármegye álláskeresői vagy a pályaváltás előtt állók számára a szakképzésben rejlő lehetőségeket. De talán a legfontosabb az, hogy a Nyíregyháza környezetében lévő vállalatokat, cégeket segítsük abban, hogy valóban jó szakemberekkel dolgozhassanak, vagyis a szakmaválasztás mellett mi a foglalkoztathatóságot is kitűztük célként. Az együttműködésen van a hangsúly, hogy itt a szakképzési centrumok, szakképzőiskolák, a tankerületi központ, a foglalkoztatási főosztálykamarák és a cégek együtt mozdulunk meg, és már a szervezésben is együtt dolgoztunk azért, hogy ez egy valóban sokszínű rendezvény legyen. Egyedülálló kísérő programja lesz a fesztiválnak a Nyitott Gyárak program, melyhez a LEGO nyíregyházi üzeme is csatlakozott. Ennek keretében összesen 15 cég nyitja meg kapuit és mutatja meg az érdeklődő fiataloknak, hogyan zajlanak a napi munkamenetek a nagyobb vállalatoknál. Akkor, amikor valaki munkát keres, egyébként is egyfajta jó, egy alapfeszültség van benne, de akkor, amikor arra gondol, hogy bemegy egy olyan vállalathoz, amit nem ismer, főként ha nagy, főként ha grandiózus, akkor van benne egy olyan plusz feszültség, ami talán nagyon sokakat visszafoghat. Miért? Mert nem ismeri, nem tudja. Most fiatalokat fogunk megszólítani, mintegy 400 fiatalt, 15 vállalat fogja kinyitni szélesre az ajtajait és a kapuit, és ennek valóban az a célja, hogy inspiráljuk a fiatalokat, megmutassuk nekik, hogy valójában mi történik ezekben a gyárakban, hogyan élnek ott az emberek, hogyan dolgoznak ott, milyen folyamatokban, milyen technológiában. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere arról beszélt, kettősség jellemzi az aktuális munkaerőpiaci helyzetet. Mint mondta, a nagyvállalatok keresik a szakképzett munkaerőt, a vármegyében ugyanakkor jelenleg több mint 23 ezer álláskeresőt regisztrálnak. A városvezető abban bízik, hogy a nyíregyházi foglalkoztatási paktum munkája és a szeptemberi fesztivál összehozza az igényeket. Én nagyon örülök, hogy ez a négy munkacsoport, amely tavaly a nyíregyházi foglalkoztatási paktum szervezetei közt megalakult, ez kitalálta azt, ezt a programot, ezt a szakmafesztet, ami mutatja ennek a teljesen újszerű megközelítését, de mögött az van, hogy a munkáltatók, a nagyfoglalkoztatók, a középfoglalkoztatók, a szakképzési intézmények, a város, a nyíregyházi paktum koordinálásában ezen gondolkozik, és folyamatosan ezért dolgozik, hogy egyrészt ezt a nagy kérdést, amit eddig nem sikerült megoldani, és önmagában az új beruházások sem biztos, hogy meg fogják oldani, nyilván azok sokat segítenek, és enélkül nincs miről beszélni, de kell még valami plusz. Én azt remélem, hogy ez a szakmafeszttel elindul egy ilyen új program, ami eredményes lesz. A szakmafeszt reggelén futással és flashmobbal ébresztik a várost a résztvevők, a szakmák bemutatását pedig sport és kulturális programok kísérik, majd gálaműsor zárja a rendezvényt.